Üdvözlöm a kedves nézőket! Ma 2022. augusztus 25-e csütörtök van. Ebben a videóban szétnézünk a szőlőskertben, mert hogy a múlt héten volt elég szépen eső, összességében hát 80 mm legalább volt. Látszik ennek a hatása. Na hát, az első hatását rögtön mutatom. Az Arkádia szépen repedezett, szedni kellett le róla. Úgyhogy ma az lesz a feladatom, az egyik, hogy végigmegyek az egész szőlőn és kipiszkálom a rothadásra hajlamos repedéseket. Most van ez a zacskó, ez a növényvédő zacseke. Hát, ez is olyan, hogy ezen is keresztül megy a víz. Szépen látszik, hogy kirepedtek szemek. Még ha csak ott, de belül is. Hála Istennek. Ezt a gyönyörű fürtöt pedig kár lenne elrothasztani. Na mindegy, most egyőre visszatesszük. Most nézzük meg azt, hogy milyen a szőlőnek az érettségi állapota. Az a helyzet, hogy itt van például ez a Nero. Ez látszólag beérett, hiszen ennek már augusztus közepén érettnek kell lennie, de mivel volt ez a hatalmas nagy hőség aszállyal párosulva, úgy tűnik, hogy a szőlő arra dolgozott, hogy párologtasson, kevésbé arra, hogy cukrosodjon, mert igazából még mindig nem volt jó a Nero, nem volt elég édes. Hát most meg az eső után pláne minden szőlő ugye megszívta magát vízzel, tehát tovább csökkent a relatív cukortartalom. De megnézzük, hogy milyen az, ez a érett a szőlő. Leszedjük minden egy szemet. Ketté vágjuk. És akkor a magnak barnának kell lennie. Hát ez tisztán látszik, hogy barna, tehát nem is vártunk más, hiszen ez Nero. Hát igen. Az olyan, hogy megeszi az ember, de... Na itt az a másik szőlő, amit kirepett. Itt látszik, hogy még zöldek. Éppen, hogy csak kezd barnulni a mag. Tehát ez még életlen. Most, hogy tovább megyünk. Itt is látszik, hogy az acskóban bizony, a víz, az esőnek a hatása az ott van. Érdekes módon. Hát igen, ezeken nincsen repedés, nagyon. Nagy fúj miatt, de amit a darazsak elkaptak, de egyébként nem rossz. Na jó, menjünk tovább, nézzünk másik szőlőket is. Most itt van ez a szőlő, ami hát sajnos nem tudom, hogy milyen fajta, de kellemes meglepetés, ez mag nélküli. Itt van egy kis magkezdemény, ezt hívják, hogy léha magnak. Tehát ez gyakorlatilag egy mag nélküli szőlő. Ez honnan? Faiskolába, amikor vásároltam, akkor azt mondták, hogy nincs mag nélküli szőlőjük, és mégis kaptam egyet. Vannak ilyen tévedések, nem baj, én örülök neki. Ez a rothadásra hajlamos szőlő. Ennek kiabálja. Úgy néz ki, hogy tűrhető. Sőt, ez a... ami lisztharmatos volt fürt, ugye az alja leszáradt.
De azért még erről is majd lehet csemegézni. Érdekes módon. Na, aztán itt van ez a szőlő, ami ez szerintem valamilyen vagy vadszőlő, vagy valami direkt termőfajta. Hát mutatós bogyókat hoz. Közel van az éréshez. Barnások a magjai. Viszont róka ízű. Tehát ez, hogy finoman fogalmazzunk, nem jó. Na most hát itt is vannak szépen bezacskódott szőlők. Hát igen, szóval hogy végig kell menni rajtam, itt is van, tessék, egy rossz szem, ott is. Hát igen. De ekkora esőt az a szőlő már nem bír ki. Itt is tessük nézni. Szépen rothadod, ott is rothad. Tehát most ez egy nagyon kellemes tevékenység lesz mindent. Ezt ki kell lólozgatni. Hát ezek a borszőlő, hát ez valami csodálatos. Potyog is, hál' Istennek, de olyan cukorfoka van ennek, elmenni csömege szőlőnek. Na, menjünk tovább. Most itt van ez a Jupiter Rea, mert ez is szépen elkezdett repedezni. Tessék nézni, egy rothadt, egy fonnyat, még egy fonnyat repedtek. A magja még zöld, tehát éretlen, de hát ez nyilvánvalóan látszik is rajta. Ez későbbi fajta. Zöld. De viszont ezt is meg kell pucolni a repettektől. Jaj, de jó. Na. Ez a borszőlő, ez is. Hát még semmi baja nincsen is. Nézd, édes. Sőnek a másik hatása, ugye itt van ez a, ha igaz, a pöröskei muskotáj. Érett, hát barna magja. Viszont a muskotályos íz szinte eltűnt belőle. Kimosta az eső. Hát ez pek. Tehát hát, ha még most lesz egy pár nap itt tenni a 31 néhány fokos meleg, akkor még visszajött bántán bele. Na, és akkor nézzük itt a, hát a hamburgi muskotáj, mivel nem hozott óriás fültöket, de azért mutatja magát, hogy szépen azért nagyok a szemek rajta. Biztosan megnézzünk, hogy tényleg éretlen-e még, mert ennek még annak kell lennie. Igen, valóban zöldek a magok. Éppen hogy csak kezdesz barnulni. Ez például a nagy meleg miatt hamarabb kezd most érni, mint kellene, mert ez normális évben majdnem november körül, október végén, november elején érik be teljesen. Hát majd ezt aztán szintén, ha idejövünk, megnézzük. Vannak gyönyörű fürtök, de itt is van repett rajta. És ezt a darazsak annyira imádják, hogy ezt majd mindenképpen le kell hálózni. Hát, és úgy tervezem, hogy most még, mivel nem annyira cukros, a darazsak nem bántják, de amint a korai szőlőfajtákról lejönnek a hálók, azokat fogom áttenni erre. Meg mi beszerzünk valószínűleg egy kereset. Na jó, menjünk tovább. És akkor tessék nézni, ez is egy borszőlő. Teljesen érett.
nem savanyú. Úgyhogy úgy néz ki, minden jó megy a hétvégén, a borszőlőket le is születelem, mert biztosan, hogy biztos, ne rohadjanak el. Viszont nézzük, testeket értve a Moldova. Az is már olyan színes, hogy öröm nézni. Mondjuk, hát igen, ennek is apróbbak a szemei, mint kellene, de hát ezt az aszálynak tudhatjuk be. Itt egy új szőlő, ez is nem tudom, lehet, hogy magnélkülő, hogy ilyen apró. Megnézem most már. Nem, ez nem magnélküli. Csak egy vacak, nem baj. Ott van egy preobrazsénnyie. Már kezd beírni a vesző, úgyhogy ebből nagy baj nem lehet. Itt a vége. Hát ezzel ezt le fogom váltani itt ezt a vacakot, meg hát ez sem egy olyan tökéletes valami szőlő, úgyhogy is le fogom. Hát ez így szépen ki fogok itt váltani. Egy, kettő, három bokort. Na, menjünk tovább. Hát ez az Itália, ez egy csodálatos fürt. Ami még csodálatosabb, hogy nem látok rajta repedést. Itt fönt. De nézzük meg itt lent. Ez ugyanaz a tőke, csak ami el van hajtva, de... Hát mondjuk ez elég apró szem Itáliának. Össze lehet vetni a kettőt. Ez lenne a normálishoz közel álló szemek. Hát úgy néz ki, hogy ezt az eső nem repesztette szét. Nagyszerű. Na, menjünk tovább akkor. Itt vannak ezek az óriás fürtök. Hát egy leszárad, de úgy tűnik, hogy nem igen repett, nem rothat, pedig ez is olyan szőlő, hogy nekem ez minden évben elrothat. Azért van itt ez az icski már, ami hát még öletne. Azért úgy látom, hogy barnul a vesző, tehát érik. Úgy nagy baj nem lehet belőle, de hát szóval igen, aha, na. Azért ez is kirepett. És még bizony éppen, hogy csak kezd érni, tehát ez még messze van attól, hogy tökéletes legyen. Hát ez a borszőlő bezzeg, ez gyakorlatilag teljesen érett. Elvétve látni rajta ilyen világosabb szemeket, de ha megkóstolja az ember, borszőlő, de majdnem kellemesen édes. Hát igen, itt is van mit csinálni. Akkor ez az eső. Eső és a darazsak áldásos tevékenységének a hatása valószínűleg. Na, menjünk tovább. Na, hát itt van a szuvenír. Ez, hát most már kezd érni, annak rajta fonnyadtak, hát nyilván a hőséget ez sem bírta. Hát olyan átlagos kis fültöcskék vannak rajta. Hát legalább remélem beérik idén már, nem úgy, mint tavaly. És van bedacskózva. Nagyon finom, ropogós fajta, úgy néz ki, hogy ez sem repett meg. Talán még, hát igen, van rajta hibás, de azt majd kiszedjük. Itt van egy ilyen szőlő, ami szintén repedése hajlamos, tavaly nekem ez szintén lerohadt. Látszik itt, hogy szépen beindult a rothadás.
És meglepetésed is. Egy ilyen léha mag van benne. Tehát ez is magnékidű szőlő. Hát ez pedig nem mostanában vettem, mert ha megnézzük ezt a tőkét, ez bizony már közel 10 éves. Úgyhogy a faiskolában az ember valamit kér, aztán véletlenül ilyet kap. Hát ez nem minden. Itt van ez a harmadik éves tőke. Azt mondom, hogy mi a fene ez, ilyen apró bogyók vannak rajta. Ezt néztem meg először, hogy tehát csak nem magnékülű. És mit áll Isten, az méghozzá első osztálynak tűnik, mert még léhamag se nincsen benne. Tehát ez... Viszont ennek még érnie kell, nagyon savanyú. Hát... Vannak kellemes meglepetések is a szőlőben. Na és akkor nézzük az utolsó sort. Kérem szépen... A zalagyöngye. Hát az nem hazudik. Szóval az minden évben biztonságosan és rendesen terem. Ebben semmi gond nem lehet. Az eső után persze, eső meg egy inkább savanykát, mint édes. Itt van Belvárdi magatlan, ami nem tudom. Van vitorla itt rajta. Hát talán még fog nőni idén, remélhetőleg. És egy, mi ez? Kismis irtisár. Enyhén visszahajlik, tehát nő. És már kezd barnulni, tehát jó. Be fog érni a vessző valószínűleg. Ha nem tévedek, ez egy Héliosz, igen. Tűrhető. És látszik, hogy barnul a vessző, tehát ez is érik. Hát ez a szerencsétlen Ruby King, meg hát ugye le volt törve. Ebből nem tudom, lesz-e valami. Hát... Éppenséggel, hát talán növekedésben van, de... Nem tetszik ez nekem. Ez lehet nem fogja a veszőket beérlelni. Úristen, mit találtam? Ez... Ne... Lóborka. Ez a szőlő, ez gyönyörűen följött most már. Ugye ő a Centennial Seed lesz, tehát ez is egy magnékülű szőlő. Erre a Héliosza sincsen panasz. És már szépen kezd beérni a vessző, méghozzá tisztességes vessző. Ez olyan, hogy ezt már oltan is lehet belőle, olyan vastag. Itt ez az Autumn King. Ez is még növekedésben van, visszahajlik. Ezen még nem nagyon látszik, hogy érne a vessző. De hát még hosszú ez a nyár, meg a szeptember, hát mondjuk inkább. És ez a Helios, hát ez nagyon csoda. Hogy magához tért a napégés után? Mekkorákat nőtt? Minap kötöztem ide föl, ne lóbálja a szél. De már oda lehet kötni a dróthoz. Na és akkor itt vannak ezek a... valamilyen pannónia kincseszerűség, vagy ilyesmi. Ezek is tűvetően néznek ki. Attól függetlenül végig fogom mindegyiket nézni. Nem szeretném, hogyha elrohadnának ezek a drága szőlők. Ez a Velika. Erre sem lehet panasz is, nem? Barna, tehát eddig is szépen kezd beírni a veszője. Hát a nagy esda, igen, a nagy esdával nem vagyok nagyon elégedett. Ennek itt van körülbelül a vége. Hát valami kis
pici vitorra látszik rajta. Hát ugyanakkor a vesző kezd beírni, úgy tűnik. Úgyhogy hát nem is két év múlva, de három év múlva lesz ezen olyan termés, hogy már termésnek lehessen nevezni. Na, hát akkor ennyit a szőlőről. A következő videóban pedig akkor megnézzük, hogy a zöldséges kertben mi lett az eső hatása. Addig is viszontlátásra!